emberi gyengeségeivel és erősségeivel együtt. Újabb állomásához érkezett a Bibliai Szabad Egyetem. Ezúttal Péter a halászból lett apostol történetével ismerkedhettünk meg szerda délután a József Attila könyvtárban. Teremi Krisztina teológus elmondta, Péter az egyik legmegragadóbb egyénisége a Bibliának. Az egyénisége olyan nagyon megragadott engem. Tehát a személyisége az, hogy felvállalja az érzéseit, a kudarcait és az örömeit, hogy olyan szeretettel vetette bele magát Jézus követésébe, és erről nagyon sok mindent lehet mondani, úgyhogy számomra ez öröm volt, hogy Péter apostolról beszélhetek most. Teremi Krisztina hangsúlyozta, Péter kiemelkedő tulajdonsága a döntés. A döntés a jó mellett, a döntés amellett, aki az életünknek a vezér fonalát tudja biztosítani. Ez nem ment Péternek sem könnyen, nem egyből döntött, de amikor döntött, akkor a döntése az olyan volt, hogy megmaradt mellette. A Bibliai Szabad Egyetem következő előadása február 24-én szerdán 17 órakor lesz a könyvtár előadó termében. Címe András, aki nyitott. Tudok egy kicsit azonosulni vele, mert...